Asztalos László vagyok, 2014 óta járok a doktornőhöz. Első alkalommal, amikor idejöttem, még volt bennem egy félelem, egy rossz érzés, mint minden emberben, hiszen minden ember fél a fogorvosoktól. Ez csak az első alkalommal volt így, a továbbiakban már mindig jó érzéssel távoztam a doktornőtől. Folyamatos kezelés alatt állok, most is jelen pillanatban még befejezetlen kezeléseim vannak, amelyet a doktornő nagyon nagy hozzáértéssel, nagyon remekül, és mindenféle fájdalom nélkül végez el rajtam. A doktornőnek nem csak hogy kedves, hanem nagyon jó szakember is. Rengeteg olyan problémát old meg, amelyet sajnos más fogorvosok nem tudtak megoldani. Volt olyan problémám, amikor konkrétan tűtört be az arcomba, és ezt a doktornő nagyon nagy munkával megpróbálja most is jelen pillanatban eltávolítani a fogamból. Ő az, akihez bárkit ajánlok, így az egész családom, sőt a rokonságomból és a baráti körömből is igen sokan járnak, és ők is csak pozitív élményekről tudnak beszámolni, semmilyen rossz érzés nincs bennük. Annyit szeretnék még elmondani a doktornővel kapcsolatban, hogy nem csak a kedvesség, hanem a szakmai hozzáértése és a szakmai fejlődése is nyomon követhető ez a 4 év alatt, hiszen látok új eszközöket, amelyet ő kitűnően kezel, és ezek tulajdonképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a kezelések minél fájdalommentesebbek, minél egyszerűbbek és minél gyorsabbak legyenek. Nagyon fontos a gyorsaság is, hiszen az ember óhatatlanul is fél a fogorvostól, nem szeret sokszor visszajárni, mert a fogorvos tulajdonképpen egyenlő a félelemmel, amely ebben a rendelőben nem igaz. Tehát én, mikor már 4 év óta járok ebbe a fogorvosi rendelőbe, és soha nem éreztem az első alkalom kivételével félelmet, és soha nem éreztem fájdalmat sem. A doktornő a kezelés során az injekciókat is úgy adja be, és ez nem csak én tudok beszámolni, hanem a baráti köröm, illetve a rokonságom is, akik szintén a doktornőhöz járnak, hogy ez semmiféle fájdalommal nem jár.